Eljárást indított a legfőbb ügyészség Székelyudvarhely címere miatt, amelyen egy lehunyt szemű, karddal átszúrt medvefej szerepel, jelentette be Gálfi Árpád polgármester. A hatóság szerint ez a szimbólum állatkínzásra bújt fel, és elrendelte a címer elfogadásával kapcsolatos dokumentumok átadását. Vizsgálatot indította a bukaresti legfőbb ügyészség Székelyudvarhely friss címere, mégpedig az azon megjelenő átszúrt medvefej ügyében, jelentette be csütörtökön Gálfi Árpád, a város polgármestere. Az elöljárót a főügyészség átiratban értesítette, hogy eljárást kezdeményeztek a tavaly törvényes úton elfogadott város címerrel kapcsolatban. A székelyföldi város még 2016-ban indította el az illetékes minisztériumnál Székelyudvarhely történelmi címerének hivatalos elfogadási procedúráját, a dokumentációt pedig a helyi képviselőtestület és a minisztérium is jóvá hagyta, hangsúlyozta Gálfi. A Székelyudvarhely címerét nem most alkottuk, nem most szerkesztettük, nem most kezdtünk ennek a címernek a megalkotásában, hanem azt 1902-ben az őseink által örökölt és megformált címert használtuk. Ennek a hivatalosítását, törvényességét próbáltuk törvényes keretek közé inkadrálni, beilleszteni, ez sikerült is. Mint mondta, az ügyészség szerint a címeren szereplő lehunyt szemű medvefej, amelyet egy kard szúr át, az állatok ellen elkövetett bűncselekményre bújtogat, ezért elrendelték a szimbólum elfogadásával kapcsolatos dokumentációk átadását. Ennek eleget fog tenni a hivatal, mondta az elöljáró. Az eljárás kapcsán Szekeres Attila heraldikus híradónknak úgy nyilatkozott, felháborító, hogy hozzá nem értő emberek ilyen ügyekkel foglalkoznak. A heraldikához tulajdonképpen nagyon-nagyon kevés ember ért. És kellene hagyni a szakembereket, hogy végezzék a dolgukat, és ne szóljon bele mindenki az útszéléről vagy a mart oldalról. Ha van egy évszázados, több évszázados címer, az békén kell hagyni. A szakember kifejtette, hogy a címerállat az egyik legelterjedtebb heraldikai jelkép. Alig van olyan címer, amelyben ne fordulna elő. Példaként említhetnénk Marosvásárhely címerét, ami szintén egy átszúrt medvefejet ábrázol, de Nyárádszereda címerében egy átlőtt fejű oroszlán, Vargyas címerében pedig egy átlőtt nyakú hattyú látható. Az még ugyan egyelőre nem világos, hogy a legfelsőbb ügyészség feljelentés nyomán vagy hivatalból indította az eljárást, utóbbi esetben viszont jó sok település lehet még hasonló vizsgálattárgya.